Az energiatakarékosság egy divatos kifejezés, viszont nem kell minden pillanatban takarékoskodni, például egy életveszélyes helyzetben ne arra gondoljunk, hogy mit takaríthatunk meg, inkább arról beszéljünk, hogy hogyan lehet célszerűen gazdálkodni az energiával. A közgazdaságtannak van erre egy technikája, úgy hívják, hogy költséghaszonelemzés, úgy kell elképzelni, mint ezt a mérleget, hogy az egyik serpenyőbe tesszük a ráfordításainkat és a költségeinket, és összemérjük a másik serpenyőben lévő hasznokkal és eredményekkel. Ezt kell tennünk az energiavizsgálatánál is. Például egy elektromos fűnyírógép beszerzése és üzemeltetése is olcsóbb, mint egy benzinmotorosé. Viszont ha nincs vezetékes áram a kertemben, akkor mégis a kevésbé takarékos, zajjal és kipufogó gázzal is környezetterhelő benzineset kell választanom. Itt látszik a két herkentyű egymás mellett. Ha saját áramforrásra egyébként is szükségem van, például a kutamban lévő szivattyú meghajtásához, akkor viszont megfontolandó egy áramfejlesztő generátor beszerzése, és akkor hozzá csatlakoztathatom az elektromos fűnyírómat is. Egy ilyen generátor vészhelyzetekben és áramszünet esetén is hasznos eszköz. Ugyanezt el lehetne mondani egy elektromos fűrészről, hogy mennyivel jobb, mint a benzines, mennyivel jobb a benzines, a permetezőgépről, egy motoros kapáról, egy elektromos kapáról, és így tovább. Sőt, ha nagyon természetszerűek akarunk lenni, akkor visszatérhetünk így, mint ahogy önök is látják, ősi eszközökre, egy kézzel hajtott fűnyírógépre, vagy egy igazi kézi kaszára, aminek nem is a kaszálás a legnehezebb része, hanem a kalapáccsal való egyengetése, élezése, és mindig jó állapotban tart. Természetesen vannak átmeneti megoldások is, mint ez az akkumulátoros elektromos fűrész, amely egyesíti legalábbis a gyártó szerint a benzinmotorosnak és az elektromos vezetékesnek az előnyeit, anélkül, hogy a hátrányai is ott lennének. Tehát a költséghaszonelemzés elvei szerint sok szempontot kell egyszerre figyelembe vennem, mindezek alapján kell meghoznom a döntéseket, alaposan mérlegelve az előnyöket és hátrányokat, valamint törekednem kell a jelenlegi és jövőbeli összehangoltságra is. Mindez sokkal nehezebb, mint egy röviden megfogalmazott hangzatos jelszó, mint az energiatakarékosság. Kezdjük valami egyszerű és gyakorlatias példával. Ha egy ócska alkalmatlan metszőlóval dolgozom a kertemben, akkor a saját izomerőmöt is pocsékolom, és tönkreteszem a kezem és a növényeket is. Később esetleg tévesen úgy döntök, hogy ezt a nehéz munkát gépesítem, és veszek egy motoros ollót, amely kiméri ugyan a kezem, de a súlya terheli a karomat, különösen, hogyha fejem fölött dolgoznék vele, és energiát is fogyaszt. A helyes döntés egy kiváló kézi metszőlő beszerzése lenne, amellyel könnyű a munka, minimális a terhelés. A kulcsszó a tökéletes ergonómia, az emberhez és a munkához is tökéletesen illeszkedő szerszám. A történet ugyanúgy elismételhető egy ásóval vagy egy kapával, amiből szintén vannak gépesített megoldások. A másik egyszerű és gyakorlatias példa legyen egy árnyékot adó fa ültetése. A nyugatra néző ablakú szobánk nyári hűtésére jó lenne egy nagy lombos fa az ablak előtt. Magam is elkövettem már a hibát, hogy az ültetéskori naplementéhez igazítottam a fa helyét, az ültetés az általában novembertől márciusig a lomtalan állapotban történik, holott a júliusi és augusztusi hőségnapok napnyugtai iránya a mérvadó. A domnál a nyugati ablakok örökzöld sövény árnyékolja, ami nyáron tökéletes, de elveszi a téli hasznos fényt is és a melengető tavaszi napsugarakat. Lombhullató fát válasszunk, mert az télen átengedi a fényt, amikor vágyunk rá, és nyáron pedig gyönyörűen árnyékol. Így néznek ki a tuják, ezek nem célszerűek szerintem, hogyha elfedik teljesen az ablakokat, és megpróbáltam egy rajzban összefoglalni, tehát a piros nap az a lenyugvó nap novemberben, amikor ültettem a fámat, és bizony nem gondoltam rá, hogy júliusban és augusztusban másfele nyugszik a nap, de most már helyesen bejelöltem a lombhullató fának az ültetési helyét. Most nézzük kicsit általánosabban és tudományosabb megközelítésben. A természetes növényzet napenergiát hasznosít, azaz fotoszintetizál, a testében megkötött energiát mi, az emberek, és az állataink megesszük vagy feldolgozzuk, esetleg fűtünk vele, vagy egyéb módon kinyerjük belőle az energiát. Ez hosszú távon is teljesen tiszta üzlet. A termesztett növényeinkbe viszont mi is energiát fektetünk, tápláljuk őket, földjüket műveljük, szállítjuk, szárítjuk a termést, esetleg még a növényházukat is fűtjük, amivel felborul az egyensúly. Kedvezőtlen esetben akár több energiát viszünk a termesztési folyamatba, mint amennyit megtermelnek a növények a napfényből és a tápanyagokból. Környezeti szempontból ez már nem tiszta üzem, nagy lesz a növényeink, terményeink energialábnyoma.
Ugyancsak egy ábrán megpróbáltam ezt összefoglalni, tehát feltehetőleg a bevitt energia az alsó téglalapból a sokkal nagyobb, mint a természetesen bevitt energia a napsütésből és a természetes tápanyagokból, és nem biztos, hogy ezt ki tudjuk nyerni a növényeinkből. Kerti döntéseinkben nyilván nem az energia az egyetlen szempont, de az energialábnyomunk szorosan összefügg a karbon, vagy más néven szén-dioxid lábnyomunkkal, és a többi üvegházhatású gáz és korom kibocsátással. A tudomány jelenlegi állása szerint ezek az emberi tevékenység által kibocsátott üvegházhatású gázok a fő felelősek a klímaváltozásért, azaz a megfontolt energiagazdálkodással a kertünkben is tehetünk valamit a világ fenntarthatóságáért. Semmiképpen se tüzeljük el a szabadban a kerti gazt és a faleveleket, mert a füst nem csak a szomszédainkat idegesíti, hanem korom kibocsátásával, amit szútnak vagy black carbonnak neveznek a tudományos szakirodalomban, az éghajlatváltozásban is tettes társak leszünk.